Kedves gyülekezet, issuk meg Bibliánkat Mózes első könyvéhez, az első részből fogok olvasni. Mózes első könyve, első részéből, a 26. verstől a 31-es verssel befejezőleg. Így hangzik Isten ígéje. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, én néktek adok minden maghozó füvet, az egész föld színét, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül, és úgy lőn. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az estére is, ide erre a helyre, hogy hallgassuk együtt Isten igéjét, és növekedjünk általa. Köszöntöm Tóci Tibor testvéremet, a Sepszi Szentgyéri gyülekezet lelki pásztorát, aki feleségével együtt jött közénk Csengével, és a baróti fiatalokat, feleségemet, akik elkísértek engem erre az útra. Röviden elmondom ismét azoknak, akik nem voltak itt, de azoknak is, akik itt voltak a minden este, hogy miről volt szó, mi volt ennek a hétvégének az üzenete, témája. Első este arról volt szó, hogy az ember, aki erre a földre megszületik, bűnös, bűnben születik, és ezért nyomorult, boldogtalan állapotban van, még akkor is, hogyha úgy gondolja magáról, hogy minden jól megy az életben. És arról is szó volt, hogy ennek a bűn az oka, és hogy van belőle lehetőség, szabadulás. A második nap szó volt arról, hogy hogyan érhetjük el, és hogyan juthatunk el a boldogsághoz, mi a boldogság titka. És szó volt az Úr Jézus Krisztus haláláról, szenvedéséről, feltámadásáról, és arról, hogy ő vezet el bennünket valóban az Isten által készített igazi, valódi boldogsághoz, boldog élethez, amelynek 4 jellemzője volt megemlítve. Ki a boldog ember? Aki megelégedett, akinek van öröm a szívébe, akinek ott van a szeretet és a békesség a szívébe, amit az Isten ad. Tegnap este láthattuk az igéből azt, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha valaki az Úr Jézus Krisztust követi. Szó volt arról, hogy fel kell vállalni ahhoz, hogy új életben, boldog életben járjunk. És ez nem mindig a legjobb és a legkellemesebb időket hozza el az ember számára. Van, amikor kell szenvedjen, van, amikor meg kell tapasztalni, hogy elhagyják barátok, ismerősök, azért, mert Jézus Krisztus válasza. De sokkal nagyobb nyereség van, mert azt ígérte az Úr Jézus, hogy akik elhagyják, aki elhagyja a bűnös dolgokat, aki elhagyja akár a barátokat is azért, hogy Krisztus megnyerje, vagy családtagokat, Krisztus százanítat helyében. Ma este pedig a téma az, hogy milyen jó célja, milyen jó akarata van az ember felé Istennek, és ezt ebből az igéből, meg Tibor testvérünk szolgálatából fogjuk az elkövetkezőkben meghallgatni. De mielőtt erre kerül sor, kérjük a szolgálatokat, akik készültek szolgálata, a maróti fiatalokat, énekekkel, bizonyságtételekkel, csengét, hogyha készül, akkor egy ének után, a fiatalok éneke után kérjük csengét, és majd a többi szolgálatot.
szeretettel köszöntök mindenkit. Jó látni, hogy így zsúfolásig megtelt itt az imaház. Hallható hátul is? Néha kell erőltessen magam, hogy hangosabban beszéljek. Jó? Sepsi Szentgyörgyről jöttünk férjemmel. Annyit mondanék el magamról, hogy én járatlan vagyok ezen a vidéken. Marosvásárhely környékén nőttem fel. Mint egy fél éve kerültem Sepsi Szentgyörgyre, úgyhogy férhez hoztak. És öröm számomra, hogy ismerkedni itt a Székelyfölddel, olyan helyeken járni, ahol még nem voltunk, és ilyen hely Ürmös is. És öröm, hogy együtt lehetünk, igéről hallhatunk, és Isten csodálatos tervét fürkészhetjük. Néhány igeverssel szeretném köszönteni önöket. A Jeremiás könyvéből a 29. rész, 11-től 13-ig három igevers, ami nagyon sokszor jelentett nekem bátorítást, biztatást, mikor elkenődtem, amikor elcsüggettem. Így szól itt az ige, Isten mondja, hogy mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Két gondolatot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az egyik az, hogy az Úrnak jó terve van velünk. Békességes terve van. A másik meg az, hogy Isten megtalálható ma is. Hogyha keressük őt, akkor ő engedi magát megtalálni. Nemrég beszélgettem valakivel, egy nagyon mélyen levő, lelkileg mélyen levő nővel, és ő tette fel a kérdést, hogyha tényleg úgy van, hogy az Isten olyan jó, amilyennek te mondod, akkor miért van ebbe a világban annyi szörnyűség, annyi nyomorúság, annyi boldogtalanság? Hogyha Istennek jó terve van felőlünk, ez miért nem látszik meg? És el kellett mondani, hogy mivel mi magunk választjuk a rossz utat, a széles utat, az, ha nem Istennel való közösségben élünk, amúgy ez a legjobb terve Istennek számunkra, hogy mi vele közösségbe éljünk, nap mint nap beszélgessünk vele, keressük az ő tanácsait, az ő útján járjunk. Ha erről nem veszünk tudomást, akkor bizony az ördög, a bűn uralkodik az életünkben, és akkor nem békességes utaink vannak. Akkor a háborúság uralkodik bennünk. És olyan jó volt, mikor én személyesen megtapasztaltam ezt az igét, megértettem, hogy ezt nekem mondja Isten, hogy választhatsz, hogyha az én gyermekem leszel, akkor a békesség fog uralkodni benned, a jó tervem fog kiteljesedni. És olyan jó tudni azt, hogy igenis Istennek velem az apró pici teremtménnyel, hát hányan vagyunk itt a Földön, és külön személyesen rám nézve jó terve van, békességnek a terve. És olyan jó a második üzenet is, hogy ha kerestek, teljes szívetekből megtaláltok. Emlékszem, mikor először hallottam én Istennek a hívását, akkor hát én sem fogadtam azzal a nagy örömmel, mert ott volt ez a harc bennem, hogy igen, hogyha én most az keskeny útra lépek, hogyha befogadom Jézust az életembe, akkor sok mindent fel kell adni. Nem mehetek a saját fejem szerint, a saját nagy terveimet nem valósíthatom meg, mert lehet, hogy Isten más utat rendel számomra, és mégis olyan jó volt végül erre a halk szelíd hangra hallgatni. És mikor olvastam azt az igét, hogy Jézus mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És olyan csodálatos pillanata volt az életemnek, amikor kinyitottam a lelkem ajtaját, és belépett az Úr Jézus, és ő
vette át az uralmat az életemben, és azóta biztos lehetek benne, hogy ő a békességnek a jó tervét fogja végrehajtani az életemben, és mindig, minden nap közösségben élhetek vele, mert hogyha keresem őt, akkor ő ott van. És ezt kívánom minden jelen valónak, hogy aki itt van, hogy megtapasztalja ezt a szoros közösséget Istennel, hiszen neki ez a terve számunkra. Hogyha hátat fordítunk neki, akkor valóban sok háborúság, nyomorúság, szenvedés von ez maga után, viszont ma még van lehetőség őt választani. Ezt kívánom mindenkinek. Két éneket énekeltünk kezdetbe, én a másikot idézem előbb, aki akar jöjjön, hangzik a szó, ím az élő vízhez hív a megváltó. A másik ének pedig válasz lenne erre, ha igazán átgondoltuk. Találkozni jöttem veled, Istenem. Igazán azért jöttél ide? Ma van lehetőség, meg vagyok győződve. Nem fogsz csodát látni, nem testi szemeiddel, mert Isten nem test, Isten lélek. És az ember is lélek által közelíthet Isten. Isten megajándékozott bennünket egy ilyen képességgel, hogy felvehessük hitáltal
a kapcsolatot vele. Azzal, aki valamikor testben élt itt ezen a földön, de már nem él testben. Én kívánom, hogy Isten kegyelme által munkálja bennünk a vágyat, az őszinte vágyat, hogy megtaláljuk őt. Hogy találkozzunk valamennyien, akik itt vagyunk, ő vele, és adjuk át is életünket. Egy verset szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, ami erről szól. Az Úr Jézus nem maradt tanúbizonyság nélkül. Nem neki van szüksége rá, hanem nekünk van rá szükségünk. És van lehetőség, hogy befogadjuk őt. Turmezei Erzsébet ma is. Ma újra rád csodálkozom, újra megérint toborzó szavad. Ádzenk tova tűnt évszázadokon, ahogyan nem az erőseket, magabiztosakat hívogatod, csak a kicsiket, megterhelteket, gyengéket, megfáradtakat. Aki magának is teher, aki már senkinek se kell, az kell neked. Volt-e valaha kívüled vezér, aki így toborozott sereget? Századok tűnnek, vén földünk forog, letűnnek vezérek, diktátorok, ember alkotta rendszerek, de te neked ma is van serege. S ma újra rád csodálkozom, újra megérint fáradtakat és megterhelteket, toborzó, hívó szavad. Hisz így állhattam seregedbe én is, hogy boldogan szolgáljalak. Századok szállnak, tűnő fellegek, de neked élő Krisztus, láthatatlan vezér, ma is van sereged. Fiatalokkal fogunk énekelni éneket. A szívemet átadom én, ó nézd, leteszek mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét, Uram, szívemet átadom én. Készüljünk az ige hirdetésre és ezzel az énekkel. Csenge testvér említette azt az ige verset, hogy az Úr Jézus zörget a szívek ajtaján, és aki megnyitja, ahhoz bemegy és vele vacsorál, és ez a vele vacsorálása az Úr Jézussal való közösségnek a jele, de ez azt is jelenti, hogy akihez bemegy az Úr Jézus, annak lehetősége van arra, hogy az életét is átadja neki. És nekünk is lehetőségünk van ma este, amikor találkozunk az Úr Jézussal, hogy ne csak ott legyünk vele közösségbe egy vacsorán, hanem hogy az életünket is neki átadjuk, mert ő tudja átformálni és átalakítani teljesen. Ez az ének erről szól.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örvendek, hogy látok ismerős arcokat is. Nem tudom, valamennyien emlékeznek-e rám. Én emlékszek arra, voltam itt ebbe az imaházba evangélizálni. Csak azt nem tudom, hogy ezelőtt 2 évvel, vagy ezelőtt 3 évvel. Nem tudom, erdőtestvér nem emlékszik. Na de vannak olyan arcok, akik ismerősek. Az arcmemóriám így elég jó, és emlékszek olyanokra, hogy itt voltak ezelőtt annyi idővel is, és együtt hallgathattuk Isten igéjét. Hát adja az Úr, hogy a mai este nehogy valaki végig aludja az alkalmat, ilyen is megtörténhet, nem? Vagy végig unja. Na, mikor mondja ki már az áment? Tudjunk hazamenni, mert ugye otthon is dolog van. Hát úgy gondolom, hogy senki nem azért jött el, hogy hazasiessen. Igen, nem lesz túl hosszú az igen hirdetés, amit át szeretnék adni. Viszont azt mondjam el, hogy ha azt várják, hogy én valami újat mondjak, lehet, hogy nem fognak kapni sokat. De azt várják, hogy az Isten szólítsa meg önöket az ige által. Van ez a vágy a szívünkben, az Úr meg tud szólítani, és azt tudja mondani számunkra, amire éppen szükségünk van. Mai este Isten jó akaratáról szeretnék beszélni. Isten csodálatos tervéről az ember életére nézve. Azt az ige szakaszt olvastuk fel, hogy az Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. Azt jelenti, mindenki, aki itt van, hasonlít az Istenre. Ez nagy dolog. Isten ilyen csodálatosan megalkotott bennünket, nem csak testet adott nekünk, hanem lelket is. Hogy tetszik, mikor azt mondja a 31. versben, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, igen jó. Isten teremtett, és nem csak azt mondja, hogy ez jó, hanem nagyon jó. Hogyha az Isten megteremtette önt, vagy téged, aki itt vagy, Isten úgy látta jónak, ez nagyon jól van így. Hogyha ne higgyel senki azt, hogy itt véletlenül született meg. Megtörtént, hogy nem akartak téged a szülők, mert ilyen is van. De akkor is az Isten akar téged, hogy megszüles erre a földre, hogy hallgass ma este az Istennek az ígéjét. Feltevődik a kérdés szinte minden emberbe, aki gondolkodik, de miért születtünk meg? Kérdezem meg itt az idősebbeket is. Mi vagyunk itt ezen a földön? Annyi nyomorúság, annyi betegség, az ember telik az idő, megöregedik, megőszül, bot kell a kezébe, reszket, orvosság, aztán temetés. Miért születtünk meg erre a földre? Tehát ezért teremtette bennünket az Isten, hogy nyomorúságban éljünk. Először is mondjam el, hogy az Istennek az a terv az emberrel, hogy élvezze az Istennek a szeretetét. Isten azért teremtette meg az embert, hogy élvezze az Istennek a teremtményeit. Hogy gyönyörködjön az Istenbe. Ezért lettünk mi megteremtve. Nem azért, hogy szenvedjünk. Azért lett az ember megteremtve, itt olvasok az igében, hogy tevékenykedj, hogy alkosson. Ugye Ádámnak és Évára bízta az, hogy a kertben munkálkodjanak. Hogy dolgozzák a kertet, hogy alkossonak. Ugye Isten is alkotott, minket is olyannak teremtett meg, hogy alkotóképesek legyünk. Milyen szép dolog, mikor egy ember valamit alkot, valamit ugye összeállít. Ezért teremtette meg Isten az embert. És azért is, hogy az Isten dicsőségére éljen. Dicsőítse az Isten minden nap, magasztalja, milyen csodálatos és nagy Istene van. Ezért lettünk megteremtve. Na most tudom, hogy bennünk az van, hogy hát mégsem épp ezt kaptuk az életbe. Lehet, hogy olyan sok szeretetet Istentől nem éreztünk, nem tudtuk élvezni azt, amit ő ad nekünk, ugye. Sokszor nem láttuk azt, hogy miért van a nyomorúságnak, ugye a betegségnek mi az oka. Nem tudtuk ezért dicsőíteni. De mégis mondjam el, Istennek jó terve van velünk is. Azért alkotott meg, azért engedte meg, hogy megszülessünk, hogy valami jót hozzunk ki az életünkből. De el kell mondjam azt is, hogy történt egy probléma. Az Éden kertjébe minden olyan szépen jól ment, de Ádám és Éva elbukott. Ettek arról a fáról,
amelyet az Isten megtiltott. Azaz bűnbe estek, engedetlenek lettek. És attól a perctől kezdve az Istennek a jó terve nem valósult meg az életükben. Mondjam erre azt, hogy nagyon fontos az Isten tervével kapcsolatban megvássuk azt, hogy az ő terve jó. Mert nekünk is vannak terveink. Most az idősebbeket kérném, mikor fiatalok voltak, voltak terveik? Iskolábas, hogy nősülünk, hogy neveljük a gyermeket, mekkora házat építünk, mennyi földünk lesz, nem tudom kinek milyen terve volt. Van az embernek terve, de vajon az jó terv, amit te terveztél annak idején? Vagy éppen most fiatalon tervezel? Nem biztos, hogy jó. De az Istennek van egy jó terve. Van terve is, de az jó. Honnan tudjuk, hogy jó terve van? Az egyik ok az, hogy ő szeret bennünket, az egyszülött fiát adta, a legtöbbet adta, azt jelenti, a legjobbat akarja nekünk. És a másik dolog, hogy az Isten, ő bármit megtehet. Ő előre lát egész a halálunkig, és visszafele is ismeri a történelmet. Meg lehet benne bízni, hogy az ő terv a legjobb. És sokszor nekünk az a bajunk, hogy azt hiszük, hogy a mi tervünk a legjobb. Azt hiszük, hogy ha azt az asszonyt veszem be, akkor leszek a legboldogabb. Azt hiszem, hogyha oda megyek dolgozni, akkor leszek a legboldogabb. Azt hiszük, hogyha azt meg azt csinálok, akkor leszek a legboldogabb. És az ember meg kell tudjon bízni az Istenben. Nem az én tervem a legjobb, hanem kinek a terve? Az Istené. Na itt kezdődik, hogy az Isten jó terve megvalósuljon az életünkben. A te tervedről nekem mondjál. Tudják, milyen a mi tervünk? Alig van egy néhány év tapasztalatunk már a fiatalabbaknak. Sokszor azt hiszik, ők a legokosabbak. Most elnézést kérek itt a fiatalok, de így van. Az idősek is így voltak annak idején. Aztán rájönnek, mikor megöregednek, te annak idején másképp is lehetett volna. Jobban is meg lehetett volna tenni azt. Máshova is lehetett volna menni dolgozni. Mást is lehetett volna választani. Az ember fel kell adja a saját büszkeségét, okoskodását, és azt mondja, Uram, a te terved a legjobb, nem tudom, hogy micsoda, de a tiéd a legjobb. Na, kedves hallgató, látjuk ezt, hogy az Isten terv a legjobb. Elhiszed? Mert ha Istennek van egy jó terv az életedre nézve, és azt tudod, hogy jobb, mint a tiéd, akkor mit fogsz tenni? Igyekszel, hogy azt a tervet megismerd, és az megvalósuljon az életedből. De ha valaki nem hiszi el, hogy az Isten terv a legjobb, tudják, mit fog csinálni? A saját esze után fogja tervezni továbbra is az életét. És az, hogy ma este te elhiszed, hogy az Isten terve a legjobb vagy nem, az onnan látszik meg, amikor kimegyünk innen. Kinek a tervét fogod követni? A saját terveidet? Vagy pedig az Isten tervét? Olyan jó lenne mai este ott maradna mindannyiunknak a fejébe. Az Isten terve a legjobb. Az életedre nézve. És ha az megvalósul, mikor majd öregen meg kell halni, akkor az lesz benned, Istenem, visszanézel az életedre, ennél jobban nem is élhettem volna. De a saját tervedet fogod megvalósítani, akkor azt mondod, kár volt megöregedni. Ezt elszúrtuk. És nagyon sok ember így kell meghalljon, hogy nem jól élt, mert nem az Isten terve valósult meg az életét. Hát Istennek egy jó terve van. Neked az életedre nézve, a tiédre, és minden egyes személy életére nézve. Feltevődik a kérdés, mi az Istennek a jó terve? Tudjuk azt, hogy bűnbe estünk, ugye? Bűnös természetet örököltünk a szülőktől, és eltávolodtunk az Istentől, elszakadtunk az Istentől. Most ahhoz, hogy valaki beiratkozzon az Isten iskolájába, hogy meglássa, mi az Istennek a jó terve, először is, hogy oda járjunk, be kell iratkozni. Van-e itt kisiskolás? Hány éves vagy te? Még nem jár iskolába, ugye? Még nem. Ki van itt egy első osztályos? Opa. Hányadikos vagy? Elsős. Jó. Na, kérdezzem meg, hogy te hogy kezdtél járni az iskolába? Hogy történt az első lépés, hogy inkább az anyukáját kérdezz? Vagy a mamáját kérdezz? Hogy kezdődött el? Úgy volt, hogy fogtad magad, és vetted a táskát a hátadra, és beültél az osztályba? Így kezdődik az iskolába járás? Tervet kell csinálni. Tessék? Tervet kell csinálni. Milyen tervet?
az iskola. Mi lesz az iskola? De azelőtt mit kell tenni, mielőtt még tervezni? Nem, el kell iratkozni. Na itt hangzik, be kell iratkozni. Beiratták az iskolába az unokát? Beiratták. Hát ahhoz, hogy valaki az iskolába járjon, be kell iratkozni. Most tegyük fel, valaki nem iratkozik be az iskolába, veszi a táskát, és beül oda a többiek közé. Ő is rendesen írja, leckét, meg tanul, tanítónéni tanít, de nincsen beírva a naplóba. Eljön az évvége, és kell adni a diplomát. Nem, nincsen, nincs benne. Nem iratkozott be? Először az iskolában nem tanulni kell, először be kell iratkozni. Ugyanígy van, kedves hallgatók, az Istennel is. Ahhoz, az Isten jó tervét megismerjük, először be kell iratkozni az Isten iskolájába. Erdő testvér, hányba iratkozott be az Isten iskolájába? Hányba? 68-ba. 1968-ban, hallják? Beiratkozott az iskolába. Csenge, hányba iratkoztál be az Isten iskolájába? 91-ben. 1991-ben. Tóbiás, hányba iratkoztál be az Isten iskolájába? 94. 1994-ben. Na, még kit kérdezzek meg itt? Hányba iratkoztak be az Isten iskolájába? 64-ben. 1964-ben. 64-ben iratkozott be. Na, azért, hogy mindannyian megnézzük, hogy mit is jelent ez. Mit jelent beiratkozni az Isten iskolájába? Mit jelent ez? Tóbiás, kérdezzem. Mit jelent beiratkozni? Hogy lehet beiratkozni az Isten iskolájába? Mert biztos vannak itt is olyanok, akik nem tudják, hogy be vannak-e iratkozva, vagy nem. Vannak ilyenek? Kérdezem meg hátul, hogy hívják önt? Aranka Dini. Maga be van iratkozva az Isten iskolájába? Mikor iratkozott be? Na, de kell tudja az ember a pontos dátumot. Mégis mikor iratkoztunk be? És ha valaki jár iskolába, akkor tudja, hogy ő be van iratkozva. Na most, hogy lehet beiratkozni ebbe az iskolába? Biztos erről szó volt a tegnap is, a tegnap előtt is, a megtéréssel. Mikor megtér az ember, mikor megbánja a bűneit, mikor elfogadja, hogy Jézus Krisztus meghalt érte, és Krisztusnak az igazsága neki tulajdonítatik, abban a pillanatban beiratkoztál az Isten iskolájába. Anna Mária, te mikor iratkoztál? 2001-ben. Látják, hogy tudják ezek az emberek, mikor iratkoztak be? Hogy létezik? Nem csak azt mondják, hogy régen, hanem van egy dátum annak. Az ember kell tudja, mikor találkozott az Úrral, mikor tért meg az Istenhez. Most tudják, vannak olyan iskolák, ahova sokat kell fizetni. Nem tudom, itt van-e ilyen fizetős iskola, erdőtestvér. Van a nagy városokban, a nagy gazdagok nem oda teszik a gyermekeiket az általános iskolában, hanem ilyen speciális iskolában, ahol a legjobb tanárok vannak, és a legjobb ellátást adják neki. Na, ezeknek az iskoláknak az a jellegzetessége, hogy ott sokat kell fizetni. Hát ezt az iskolát, ami van itt Ürmösen is, ezt állja az állam. Na, de kérdezzem meg, hogy ebben az iskolában, melyikben mi beiratkoztunk, itt kell-e fizetni? Más fizetni. Na, hogy van itt? Mert valamelyik iskolába kell fizetni. Kell itt fizetni, vagy nem? Ez ingyenes iskola? Ingyenes. Kell fizetni. Mit kell fizetni, tessék meg? Az Úr Jézusért oda kell adni az életet. Tehát van valamilyen ára, igen, jó tetszik mondani, valamilyen ára van, így van, na most ennek is valaki kifizette a helyettünk a tandít. Mondjam így, hogy jobban megértsük. A tandít valaki kifizette, hogy be tudjunk iratkozni. És tudják, miért van drága ez az iskola? Mert a legjobb tanár tanít. Na, ki ez a tanár? Olyan tanár, hogy mindent tud, nem az a jó tanár, aki sokat tud. Jézus olyan tanár, aki mindent tud, és nem csak beszél, hanem bármit meg is tehet. Na, ebben az iskolában, hogy valaki beiratkozzon, sokba kerül. És ezt kifizette Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten. De elhangzott, nekünk is kell fizetni, nem azért, hogy kifizessük a tandíjat, mert ezt nem tudjuk. De ezzel jár az iskola, oda kell adjad az életedet, ha beszeretnél ebbe iratkozni. Na, hát kérdezzem meg itt, hogy még ki is beiratkozva az Isten iskolájába. Ha nem vagy még beiratkozva, mondjam így, ne vagy megsértődjön valaki, hiába ülsz a padba, és hallgatod a lelkész, vagy hallgatod erdőtestvért,
Az iskola végén nem fogsz kapni diplomát, mert csak azok kapnak, akik beiratkoztak az iskolába. Azok kapnak jutalmat az Istentől, akik megtértek. Hiába jöttél, hallottad, itt voltál evangelizáción, ha nem volt őszinte megtérés, újjászületés az életedbe, ha nem volt a neved beírva az életnek a könyvébe, nem fog az Isten téged megjutalmazni. És ezért mondom ezt, mert itt kezdődik az Isten jó terve megvalósulni az életünkbe. Iratkozzál be az ő iskolájába. Ezt azért is mondom ilyen egyenesen önöknek. Mert ezelőtt 3 évvel, jól emlékszem, itt voltam. És tudomásom szerint akkor is hasonlókról beszélgettünk. Meg kell térni. És annyiszor halljuk ezt, mégis olyan nehéz. Kérdezzem meg önöktől, miért olyan nehéz? Tessék? Le kell mondani az énről. Na hát adja jó Isten, hogy ma este legyenek olyanok, akik azt mondják, eddig jártam a saját iskolámat, vagy az életiskolát, most én be akarok iratkozni Jézus Krisztus iskolájába. Aki még nem iratkozott be Jézus iskolájába, azokat is szereti az Isten. Aki még nincs megtérve, azokat is az Isten próbálja megmenteni, és arra készíteti, hogy ugye hozzá közel legyenek. Valaki egyszer azt mondta nekem, tiszteletes úr, én is oda tartozok az Istenhez, mert engem a jó Isten meghallgatott, amikor beteg voltam, és meggyógyított. Hát, hogyha meggyógyított, akkor csak nem lehetek olyan rossz helyzetben. Akkor biztos én is oda tartozok az iskolába. Most kérdezzem meg önöket, hogyha az Isten meghallgatja te imádat, azt jelenti, hogy jó helyen vagy? Azt jelenti, hogy így élheted az életedet tovább, mert valami jó történt az életedben? Nem. Nem. És nézzék csak meg a Római Levél 2. részének a 4. versét, mit mond Pál apostol? Mikor az Isten jóságos hozzánk, mi történik valójában? Róma 2.4. Így hangzik az ige. Avagy megvetted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Miért jóságos az Isten sokszor hozzánk? Hogy indítson a megtérésre. Azért jó hozzád az Isten, azért ad egészséget, azért ad örömet, azért engedi meg, hogy itt legyél. Hogy indítson a megtérésre. És mondja tovább itt az ége, te mégis kemény szívvel ellene állsz. Azért jó hozzád az Isten, add át az életed neki. Mert aki nincs az Isten iskolájába beiratkozva, az Isten jóságos azokhoz is. Mondja, mert haragszik is ezekre. A János 3.36-ban azt olvassuk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a fiúban, nem lát, vagy nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hát hogy az Isten haragszik itt valakire? Hogy gondolják? Az Isten haragja marad rajta. Azt jelenti, haragszik az Isten azokra az emberekre, akik még nem adták át az életüket neki. Ja, miért haragszik? Az, mert bűnben élnek. És az Isten haragszik a bűnre. Az, hogy hazudsz, az, hogy irigy vagy, az, hogy lopsz, az, hogy hitetlen vagy, az, hogy nem engedelmeskedsz az Istennek, ezzel mind Isten haragját vonod saját magadra. És az Isten haragszik azokra az emberekre, akik bűnben élnek. Valaki egyszer azt mondta, hogy az Isten szereti a bűnös, de a bűn gyűlöli. Na de mondjam el. Kérdezem meg, kik fognak a pokolba jutni? A bűnök fognak jutni, vagy a bűnösök? A bűnös. Hát nem a bűn. Hát az Isten a bűnre haragszik. Nem. Azért, mert ki követi el a bűnt? Az ember követi el. Tehát, hogyha te bűnben élsz, az Isten haragszik rád, de milyen jó, ugyanakkor szeret is. Van egy mentő szeret. Mert az Isten meg kell büntesse a bűnt. És ha a bűnök ott maradnak az életedben, az utolsó nap, az ítélet napján, az örök kárhozattal fog az Isten megbüntetni. De ha megtérsz ma este hozzá, és azt mondod, Uram, én nem akarom, hogy a te haragod maradjon rajtad,
hanem most a te szereteteddel vegyél ki engem a bűnből, szeretnék beiratkozni a te iskoládba, szeretném azt tenni, amit te mondasz, az Istennek a haragja megszűnik a te életedben, és megbékülsz az Istennel. Tehát, hogyha még te nem tértél meg, az Isten szeret, de haragszik is rá. Ezt, hogy hogy van, lehet sokszor nem értjük, de erről beszél a Szentírás. Feltevődik a kérdés, és mi van azokkal, akik beiratkoztak Isten iskolájába? Azok, hogy mondják, itt kell tanuljanak. És mondtam, jó tanáruk van azoknak. És hogy bátorítok minden kedves hallgatót, mi hamarabb iratkozzanak be. Nem fogják megbánni. A legjobb tanárnak a kezébe kerülnek. És milyen jó, hogy akik ebbe az iskolába tanulnak, azok be is fogják végezni az iskolát, és lesz egy diplomaosztály. Tehát önöknek van diplomájuk? Valamiről biztos van. Ilyen-olyan szakmáról, meg aki létszámot fizett, akkor arról. Na de az Isten milyen diplomát fogad? Nem diplomát fogadni, hanem akik ugye beiratkoztak ebbe az iskolába, örök élettel fogja megajándékozni. És ez azt jelenti, hogy mikor meghalunk. És azt hiszem, hogy mindenki meg fog halni, nem csak azok, akik öregek, hanem az idővel a fiatalok is. Mikor eljön az idő, fel fognak támadni. És mindannyian, akik itt vagyunk, fel fogunk támadni. Egyszer azt mondta nekem egy idős ember, ő nem akar feltámadni, mert neki elég volt ez az élet. Hát mondjam el, az Isten nem fog senkit megkérdezni, fel akarsz támadni, vagy nem. Az Isten, amikor szólni fog, az emberek ki fognak jönni. Ugye, először azok, akik az Úrban haltak meg, utána pedig azok, akik nem az Úrban haltak meg, akik nem volt beírva a nevük az életkönyvbe, akik nem voltak megtérve. Lesz feltámadás. És akkor meg kell álljunk mindannyian az Isten ítélő szék előtt. És tudják, mit fognak nézni ott? Azt fogja nézni, te be voltál-e iratkozva Krisztus iskolájába. Keresik a neved. Horváth Alpár. Nincs. Űrmös. Nincs beírva. Az örök kározatra megy. De be volt írva neved, Jézus Krisztus kegyelméből örök életed lesz, és mehetsz az örök dicsőségbe. És milyen jó lesz azoknak, akik az Isten iskolájában jártak, akik megtértek, újjászülettek, Jézussal jártak folyamatosan. Örök boldogság lesz ott, azon a helyen. Nem lesz sírás, nem lesz fogcsikorgatás, nem lesz temetés, új élet lesz. És ha te is szeretnél ebben részesülni, mondom, azzal kezdődik beiratkozni Krisztus iskolájába. De ehhez az kell, hogy azt mondjad, az én iskolám az nem jó, az én tervem az nem jó, az Isten terve jó. És én ma oda szeretnék jönni Istenhez, leszeretném tenni a bűneimet, át szeretném adni az életemet neki, szeretnék beiratkozni hozzá. Most mit jelent beiratkozni? Nem az, hogy valaki baptista legyen feltétlenül. Az, mivel valaki bemerítkezik, baptista lesz, attól még nem biztos, hogy az Isten iskolájába beiratkozik. Megtérni kell. Megtérni azt jelenti, hogy megadod magad, lengeted a fehér zászlót. Tudják, mikor szokták lengetni? Megadom magam. Nem azt mondom, hogy én jó ember vagyok, hanem én egy bűnös ember vagyok. Aki, ha nem könyörül az Isten, a bűneivel fog elkározni, ami megadom magam, és kérlek, segítsék ki ebből az állapotból. És akkor jön az Isten, lehajol, és kiemel téged. De meddig azt mondta, hogy elég jó vagyok én, vagyok olyan, mint a szomszéd, vagyok, mint az meg az a hívő, addig az Isten nem fog segíteni rajta, mikor megadod magad. Uram, nekem van szükségem a változásra. Nekem van szükségem a megtérésre. Istennek van egy jó, egy csodálatos terve. Megvalósul ez az életedben. Iratkozzál be Krisztus iskolájába. Szeretném megkérdezni, így a végén, van-e itt valaki, aki szeretné azt, hogy az Isten jó terve valósuljon meg az életében? Vannak ilyen emberek itt? És van-e itt olyan, aki vállalja azt is, hogy ő beiratkozik? Ő megtér az Istenhez. Igen, én vállalom. Megbánom a bűneimet, választom Jézus Krisztust, elég volt abból az életből, amit eddig éltem, és hogy itt elhangzott, nem szerint mit mond a falu, mit mondnak a rokonok,
azt fogom tenni, amit Jézus mond. Van-e itt valaki ilyen? Szeretne beiratkozni Krisztus osztályába, iskolájába? Emelje fel a kezét. Van valaki ilyen. Tessék? Na hát, az ember nem tud. Azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, aminél, ami az embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És akkor azt kell az ember mondja, Uram, nem tudom, hogy kell beiratkozni. Nem tudom, hogy kell megtérni. Nem fájnak a bűneim. Valami baj van az életemben. Gyere és te munkálkodj. És az Isten jön és megváltoztat téged. Hát kívánom azt, hogy itt Ürmösön ez az evangelizációs hétvége nyomot hagyjon mindannyiuk életében. És ne felejtsék el, először be kell iratkozni Krisztus iskolájába, utána lehet tanulni is, lehet fejlődni is. És majd lesz jutalmazás is. Amen. Hallottuk Isten igéjét ma este, az ő jó tervéről, jó akaratáról, amelyről nem mondott le, hanem amelyet képviselünk minden pillanatig, a kegyelmi időben élünk, és Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, de csak az fog, aki hozzájön, ahogy hallottuk, és átadja az életét, és megalázkodik előtte. Egy éneket szeretném, hogy énekeljünk, mielőtt imádkoznánk, és imádsággal fejeznénk be ezt a hétvégét. Ez az ének úgy szól, hogy minden szerinted legyen, Uram, Te vagy a Mester, és én az anyag. Formáj és készíts terved szerint, jól esik nékem, ha szabad int. Énekeljük őszintén, akik ezt ezután vágyódunk, hogy Isten jó terve megvalósuljon az életünkbe. Legyen ez az ének egyben egy imádság, egy vágyódó imádság is Isten felé, és Isten munkája felé az 519-es ének. Thank you.
adjunk hálát ma azért, ma a következő percekben, hogy ez a hétvége létrejöhetett, hogy az Isten igéje szólhatott, újból itt külsőn ebben a imaházban. És kérjük az Isten kegyelmét, áldását az ige magra, az igére, hogy az, ami bement a fülünkön, és hogyha bement a szívig, megteremje a gyümölcsét. Megteremje a gyümölcsét azok életébe, akik hallgatták itt az Isten igéjét, hogy megtörténjék, és valóban az üdvösségünkre váljon, és örök életben részesüljünk Isten kegyelméből. Álljunk fel, és röviden kérem, hogy Ódi Levente testvér, Anna Mária testvérnek, és majd Lózi Tibor testvér fejezze be ezt az estét imádságra. Köszönjük ezt a figyelmi estéket, amit megadtál számunkra, és köszönjük azt, hogy hullott az igemben, hirdetve volt, hogy látja igen igazságot, és köszönjük azt, hogy ez az a maga a figyelmet a napja, maga az igazságnak a napja, kérjük, hogy a drága igen magukban csak jó talajba, jó földbe hullanának, hogy megteremjük annak a gyümölcsét az emberi szívben. Köszönjük azt, hogy egyszerűen szívünket is munkálkodsz minden egyes ember szívében. Te látjuk meg a szíveket, hogy tenni még kőszívval, és köszönjük azt, hogy te új szívet ígértél, és a kőszívet elveszedés az új szívet. Köszönjük azt, hogy mindig, aki téged befogadnak, azoknak hatalmat szólt, hogy Isten félre neveztessenek, mondasson ezt. Te úgyis még az életünket, szívünket, hogy ne szégyen téged megvalamítani, adjuk át egész életünket te nekik, és tegyük a mértékből te kezedbe. Amen. Isten, én is köszönöm neked, hogy ezen az estén volt üzeneted. Köszönöm, hogy nekem is üzented, hogy szeretsz akkor is, amikor gyengébb vagyok, akkor is, amikor tévedek, akkor is, amikor nem tudok mindig hálát adni. Köszönöm, hogy szól még a te igéd is, ez is a te szeretetednek a jele. Kérlek azokért, akik bűnökkel küzdködnek, akik az élet nehézségeiben vannak, hogy szólj hozzájuk is. Ez az ige, ami szólt, hadd legyen ott a mindennapjaikban, és határozza meg azt. És kérlek, Uram, hogy hadd formáld az életünket a te szentségeddel, és segíts, hogy legyünk ott a te országodban örökké. Amen. Amen. Édesatyánk, hálát adunk neked, hogy neked van jó terved személyes életünkkel. És köszönjük, hogy ez a terv a legjobb, ami megvalósulhat rövid földi életben. Uram, most azért imádkozok, segíts, meg tudjunk bízni benned, hogy amit te terveztél, az a legjobb. Add ezt a bizalmat is. Segíts, Uram, hogy a saját terveinknél fontosabbnak tartsuk a tiédet. Uram, most imádkozunk azokért, akik még nincsenek beiratkozva a te iskoládba, akik nem tértek meg, még nem adták át az életüket, de szeretnének. Uram, hiszem, hogy vannak itt olyan, akiknek van vágy a szívükben. Kérlek téged, Uram, érints meg őket, és adj bűnbánatot, bűnbocsánatot, felszabadulást, veled való találkozást. Áld meg, Uram, osztálytársaimat, ki ebbe az osztályba járnak, a te iskoládba, attól, hogy mindvégig kitartsanak, jó tanulók legyenek, és elnyerjék majd az örök életet. Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. Szeretném megköszönni Tibor testvéremnek, hogy elvállalta ezt a mai estét, az áró estét, és itt volt közöttünk. Átadta Isten élő igéjét és üzenetét számunkra. Üdvözöljük a Sepszi Szentgyörgyi gyülekezetet, körzetet, és kívánjuk Isten áldását, erejét, és az eredményt is, a munkátokra, Isten gyümölcsét, Isten áldását. Minden este említettem, hogyha valakinek Isten munkálkodik a szívébe, és érzi, hogy szüksége van Isten kegyelmére, Isten megbocsátó szeretetére, és szeretné letenni a terheit, bűneit, problémáit, gondjait, ne szégyelj ezt, hanem kérj a segítséget tőlem, Zoltán testvértől, akiket ismer innen a gyülekezetből, és van lehetőség a szabadulásra, de szükséges az, hogy megvalljuk, szükséges az, hogy elmondjuk, szükséges az, hogy letegyük Isten kezébe. Használjuk ki a kellemes időt, mert a kegyelmi idő lejár egyszer.
ismét említem, az ajtónál lehet kapni olvasnivalót, bátran vigyenek, vannak is állítatos könyvek, történetek. Ha valakinek szüksége van Bibliára, tudunk adni új szövetséget, olyannak, akinek nincsen, azt is kérjük, hogy jelezze, és akkor tudunk adni Bibliát. Kívánom Isten áldását mindenkinek az életére. Szerdán esténként 6 órától várunk mindenki szeretettel, vagy vasárnap délelőtt 10 órától, délután 4 órától. Kívánok jó éjszakát, jó pihenést, és egy áldott hetet. Én is köszöntök szeretettel minden jelenlevőt.